ti teljesen meg vagytok őrülve. Ezt egyszerűen nem tudom felfogni észre. Ha a Gabi, a Katja, a Szakál haza tudtak menni, a többiek miért nem? Ha ezt tudom, tegnap másképp beszélek veletek. Nem is tudjátok, milyen botrány van az iskolában. Ezt már nem lehet elintézni intőkkel meg igazgatóíróval. Nem vagytok normálisak. És éppen 3 hónappal az érettségi előtt. Az egész tanári kar fellázadt ellenetek. Nem érdekes, hogy mit mondnak a tanárok. Azt is csak hiszitek. Nem csináltok azt, amit akartok. Elvégre iskolában vagytok. Lehet, hogy nem látunk át mindent, de a suli nem önmagától ilyen szar. És mi elhatároztuk, hogy változtatni fogunk rajta, és leírtuk, hogy mit és miben. Hogy lehettek ilyen naívak? Hogy azt hiszitek, egy botrány, egy elhatározás, és minden másképp lesz. A szüleiteket, egy életvitelt, egy kialakult gondolkodásmódot nem tudok csak úgy megváltoztatni. Ahelyett, hogy ezzel foglalkoztok, inkább tanulnátok. Elhatároztuk, hogy nem érettségizünk, csak tanulunk. Az egész egy fölösleges marhaság, egy ceremónia. És az egész suli abból áll, hogy előírják nekünk, hogy mire van szükség. Hogy is gyakorolhatnák a demokráciát, amikor soha nem tanulták? Azt hiszitek, hogy szóba áll veletek valaki? Hogy meghallgatnak a gondjaitokat? Ez a balhé jó időre elintézett benneteket. Az a baj, hogy Utkonének van igaza. Minden csak látszat után ítélnek meg, és valójában nem történhet semmi lényeges. Tanárnő, hát egy egész osztályt úgy se lehet kirúgni. Honnan tudod? Holnap reggel találkozunk. Erről még beszélünk.